cigányság a legnagyobb vallásos áhítattal és érzelmi kötődéssel Szűz Máriát tiszteli, míg a balkáni ortodox vallású romák általában augusztus 28-án, a Julián naptár szerinti Nagy Boldogasszony napján tartanak ünnepséget, Európa katolikus vidékein pünköstkor a különböző Mária kegyhelyeket keresik fel. A húsvét utáni 50. napon ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását, azaz pünkösd napját. Magyarországon kiemelt búcsúhely pünkösd vasárnap Mária gyűd. Idén az Alsó Szent Mártoni közösség vezetésével mutattak be szabadtéri szentmisét a kegyhelyen. A cigány testvérekkel ünnepelhettünk, és ez nem csak az ünnep a mai, hanem ők készültek rá egész héten otthon Alsó Szent Mártonba, templomokba. Tartottak pünkösdi novénát, vagyis kilencedet, és én is két nap ott voltam velük imádkozni, tanítást adtam számukra, és jó volt ott is megtapasztalni ezt a, hát éreztétek a misén, ezt a jó lelkűséget, vidámságot, talán Mária gyűd így teljes, mert ugye a nemzetiségek egy helye is, székelyeké, sváboké, felvidékieké, horvátoké, meg most ebbe az ünnepbe, a pünkös ünnepébe ez a cigányok miséje volt, és hála Istennek nagy örömmel és lelkesedéssel nem csak a cigányok, hanem minden ide érkező részt vett ezen a szent misén. A magam békéért, az egészségemért béke legyen, nekem megadott mindent. Egy betegségből jöttem ki, és beteg voltam, megígértem, hogy eljövök. Most még évek óta visszajárok, de hálás vagyok, hogy itt lehetek. A hitünk meg ismétlése, meg megtartása, ez a legfontosabb ebben a dologban. Csodálatos volt. Úgy minden egyet kötve. Békénket megtaláljuk, tehát végül is. Igen, mi találkozunk Jézussal. Lankó József kezdeményezésére jött létre a Szent Márton Caritas Alapítvány. A hitoktatás és a gyerekek nyári táboroztatása mellett az alapítvány cigány nemzetiségi óvodát és tanodát is működtet a faluban.